Szevasztok, srácok! Folytatjuk a Days Gone-t, és az a nagy harci helyzet, hogy fogalmam sincs, hogy hol hagytam abba legutóbb, mert körülbelül 2 hete el se indítottam a játékot. Úgyhogy most megnézzük, hogy milyen feladatunk van. Ja, hogy semmi. Oké. Akkor várunk egy kicsit, amíg valaki ránk szól a rádión, hogy szüksége van a segítő kezeimre, de addig szerintem... Megnézzük a fegyverkereskedőt, bár ha jól látom, akkor most már nem az AK van a hátamon, tehát az előző rész végén lecseréltem a fegyvert, ami azt jelenti, hogy valószínűleg akkor lőszerekkel is tele vagyok. Ehhez bizalomszint kell. Ehhez is villanógránát, szekrény, mi van a szekrénybe? Arra a fegyver különleges. Jó, akkor itt semmi. Nézzük meg a trófeákat. Yo, Dick, how's it going, man? Add el mindet. What's up, Joe? Oh, okay, hold on. That's all I got for now. Kösz. See you later, man. Aztán... Nézzük már meg, hogy Rickynél van-e valami meló. Bár mondjuk kétlem. Nincs semmilyen munka. Ki gondolta volna. Jó, meg haladjál ma. How's it going, Buzz? Hogy ítjeg, afítjeg, buzz? Hát akkor mi az Isten csináljak? Motorozzak ki. Csak mondom, hogyha kimotorozok innen, akkor tuti, hogy jön a rádión egyből a üzi, hogy hé, Dick, gyere, segíteni kell. Please. Na, vetődjél odébb. Kösz. Ja, itt van a csodahíd. Wow. Mondom én. Ezen a hídon egyszerűen nem tudok átmenni normálisan. Hey, Dick, you there? I've got Boozer's new prosthetic ready. I asked Addy to find him and send him over. Great. Great, Ricky. I'll be right there. Deacon out. Ki kellett jönnöm a táborból, hogy szóljanak. Ez miért jó játéknak? Tehát ezt nem lehetett volna addig elintézni, amíg benn voltam, hogy ne kelljen annyit motoroznom föl alá. Ez konkrétan egy 3 perces időhúzás volt. Történet szerinti munka, jól van. Meg is érkeztünk. Na! Na nézzük, milyen új kacsót kapott. Hey brother! Look what Ricky did. Made me a new toy. Oh, milyen kis bicskája van, azt nézd. I could have been one of those three goddamn musketeers. On guard, you fucking ripper. Pretty cool. Oh, Jesus. Oh, maybe this wasn't that good of an idea? Damn it. Nem bírja kihúzni. Kurva jó. Hát ez marha jó volt. Kényszerítettél. Ki kényszerített és mire? Menj motorral megadott helyre. 30 méterre van koma. Tiszta Walking Dead egyébként. Most piásnak az új keze. Yeah, Merle-nek volt hasonló, ilyen szuronyos keze. Meg most az újabb évadokban is. Adam, vagy Andrew, vagy mit tudom én ma, hogy hívják a palit, akinek ilyen buzogány keze van. Oh. It's on her admission form.
One last job. One last job. I sent you the coordinates. O'Brien out. Uh-huh. Hey. Hey. You're headed somewhere in a hurry? Again. Doggone bum. You remember that Nero bastard I told you about, O'Brien? Well, it looks like he's got some news for me, but I gotta do one last job for him first. Yeah. Okay. Nem is mondasz semmit, hogy ne menjél, meg semmi ilyesmi. Nah, Skizzle's got me on farm duty, feeding the world one shitty weed at a time. Fuck Skizzle, I'll drop you off right afterward. When's the last time you saw a helicopter? Hát mondjuk, amikor kirobbant a gebasz. I'll tell him he twisted my arm. Never gets old, does it? Ja, hogy így ez a küldetés címe, hogy kényszerítettél már, világos. Hát azért annyira nem kellett kényszeríteni Piást, hogy velünk jöjjön. Tehát nem fogtam kést a torkának, meg pisztolyt a tarkójához. Over toward Malakwa Lake. You know where that is? Yeah, it's just north of the Rogue Tunnel off of Waldo Road. So what are we doing there? Kapaszkodj! Csak a késeddel kéne szúrd a üzemanyagot. Ja, mondjuk az elől van. Szóval állj csak a rekem, mert nehogy kiszúrjad a kezeddel. Akkor azt rábaszunk. Handler? Nope. Boozer, you know why the hell we're out here? Just asking. Meg kezd rohadtul érdekelni egyébként, hogy mi van Sarával. Éle még egyáltalán. Meg ha él, akkor az elmúlt 2-3 évben hol volt, meg mit csinált. Actually don't mind working the farm, pulling weeds and shit. Reminds me of when I was a kid. I used to go out to my uncle's farm out at by Adrian on the Idaho border. Wee-hee! Yeah, a little dirt bike I tool around on. That's where I learned to ride. If you're not careful, I'm gonna start calling you Farmer Bill. Farmer Bill. Get to that site, stay close. Whatever happens, don't let him see you. They can get a little trigger happy. Okay, okay, got it. Stay down, keep my mouth shut, don't get us killed. Hey, thanks for bringing me along, Deke. It's good to get out again. Ja. Megérkeztünk. Ott a helikopter. Okay, stay close. Right behind you. There it is. Hey, let me know when the LZ's locked down. Never thought I'd see one of those again. I want this perimeter locked down tight. All right, now watch. Soldiers come out first. They secure the LZ. Then their boy genius, researcher, scientist, whatever the hell, he comes out. He looks around. Do what? Science shit they're doing out here. How the hell would I know? The one who's been spying on. Okay, wait here. Spot check. Nem láttál semmit, Koma. Nekem akkor is rohadtul gyanús, hogy ezeknek itt csaj hangja van. Miért van az érzésem, hogy az a fehér ruhás itt a totem mögött, az a asszony? So, we're out here in the middle of nowhere. So, you can pick up freak shit. Precisely. Okay. Enough said. Field note 2102. After analysis of scat samples from zones 2, 3, and 4B, there is clear evidence of Claytonia perfoliata. What's that? Commonly known as miner's lettuce, please don't interrupt. As well as pernicious berries from Geneva. So, why do we care? Why do we care? Because it means the freaks are eating more than just us and each other. They're eating berries, plants, grass, needles, basically anything a deer would eat. They're omnivores, just like us, but with stomachs that can digest a much wider range of cellulose. Yeah, okay. And what? Jó, így még halottávon belül vagyok. Shit,
Jó. Most vissza kéne jutni valahogy a matarhoz. Hát nem csajtest alkata van ennek a tudósnak, de... De szoktunk néha azt is hallani. Na szerintem Sara beállt közéjük. Te meg mondjuk megfordulhatnál. Igen, nyilván a helikopter mellett a követ fogja meghallani, hogy valami oda leesett. Hihető. Na mindegy. O'Briennek megcsináltuk elvileg az utolsó küldetését, úgyhogy most rajta a sor, hogy virítsa az infót, amit ígért. Napiás, mehetünk? Jó vagy? Nem történt semmi balé. That's pretty fucked up. Good taxpayer money and they're out here collecting freaker shit. Yeah, I told you, who knows what they're doing. Adófizetők pénzén, mint hogyha fizetne bárki is adót ebben a világban. Yeah, but they always disappear over the mountains heading south and with the highway choked off, I can never get close. Sons of bitches, seems like they got a lot to answer for. Yeah. Where are we headed now? It's a good question. O'Brien, are you there? Come in, O'Brien. I'm here. Finished? Igen, végeztem. Yeah, done. Where am I meeting you? I wasn't expecting you so soon. I'm sending you the coordinates now, but it might take a few minutes to get there. Jó, van, megvárlak, ne aggódj. What the hell does he think I've been doing out here? Hey, you're right about one thing. He does sound like an asshole. Az mi az? Ez itt mi ez? Itt van egy bejárati ajtó. Ja nem, ez egy bódé. Messziről ajtónak tűnt. Mondjuk van rajta ajtó, de most érted, tök messzire azt hittem, hogy csak egy bejárati ajtó van odarakva. Itt tőlünk balra van kettő hulla. Na, szóval valahol itt találkozunk O'Briennel. De elvileg neki kell egy kis idő, míg ideér. Hallod, onnan jöttem. Okay, I'll be back. O'Brien said he had news. He knew her middle name. Irene. She can't be alive. But he's alive. Why not her, huh? Igen. There he is. Megvagy. Yo. Shit. Gotta stop doing that. What you got? Alright, look. I'm gonna lay it out for you, but it's not good news. I finally found a guy who was willing to do some digging through some files that they used to keep while they still kept records. Okay, O'Brien. Anyway, Sarah Whitaker, your wife, was... A lényeget. ...admitted to the Camp MASH unit on the South Flats outside of Silver Lake. According to the record, she was in surgery for 6 hours and then was moved to... She survived. The stab wound, she's... Yeah. According to the records, she made a full recovery. Oh! She was moved to another camp on the outskirts okay. of Tumult. Okay, so she could still be alive. Even after all this time, she could still be alive, you're saying? No. Mi az, hogy nem? No. It was overrun. Lerohanták a tábort. Everything was overrun. There were no survivors. Ebben biztos vagy? You survived. They survived. Look, but there was nothing that would have protected that camp, okay? Highway 97 is an artery. Infected freaks poured up from LA, from the Bay Area, from Sacramento. There were thousands and thousands and thousands of them. There was nothing we could do. I get it. So you bugged out. Who did you bring with you? Nero personnel, some feds, people with clearance. Nero personnel, the soldiers, the guys with the guns. The guys that should have been protecting the civilians. There's nothing that you can do against a horde. Oh, no, they're too strong. I know all about hordes. Well, they knew that there was nothing that we could do. Oh, you know what you could have done?
You could have brought a few of them with you. You could have saved a few lives. That there was no hope, there was no time, there was no room, okay? That we'd already turned on each other by the time the hordes arrived. No, I get it. Look, I'm sorry about your wife. I'm sorry about all of this. Akkor tévedtem. But you gotta understand. Nem az egyik tudós a csaj. If you hadn't sent her with me that night, she would have been dead the next morning. You did the right thing. You know, if you had decided to stay, the only thing that would have happened is you'd be dead right alongside her. Don't you think I know that? Pooh, buzz, Meg. Thank you for saving her life that night. Nem kaptunk jó híreket, csak az, hogy a szúrcsebet meg a műtétet túlélte. Aztán átkerült egy táborba, amit lerohantak és nincsenek túlélők. Picsába. És hol van Pies? Boozer? God damn it, Booze man, where the hell did you go? De jó, most még őt is kereshetem meg. Ah, shit. Lehet csak, hogy elment húgyozni. Right. Booze man, where the hell did you go? Tracks, it's gotta be his. Gotta take a closer look. Itt van valaki. What do we got? Ez a szektás. Piás belefutott pár szektásba, és úgy látom, hogy felavatta az új kacsóját. Itt is van egy szektás. Igen, mondjad. Deacon St. John. Hallom! Yeah, Ricky, I'm here. What's up? Schizo's been asking for you. Said Boozer never showed up for his work duty. I was worried. Now, look, we're fine. We just had some stuff that we needed to get done. Tell Schizo we'll be back in an hour. Okay. Hey, I'm almost ready to head back out there and fix that transformer. You still in? Yeah. Yeah, just, great. Let me know when. I can feel that hot water now. I'm gonna let that shower run forever. Yeah, okay. That sounds great. Listen, Ricky, I gotta go, all right? Deacon out. És meg kell keresni Piest. This is it. Kutakodjunk egy kicsit. De jó, hogy így mindenem tele van és nem tudok lootolni. Levágtál egy kutyát, és mondjuk... Alright, what have we got? Back on track. Meg hogyha neki támad. Jaj, remélem van benne riasztó. Jó, azért jókor a pusztítást végzett itt Piens. Kb. Megölt mindenkit és mindent, ami az útjába került. Itt van benne a házban amúgy. Látom a térképen. Én van az érzésem, hogy nincs egyedül? Mondjuk ez biztos, hogy meghallotta. Deke, over here!
Jesus, Boozer, what the hell? I figured I'd do a little shopping while we were out, and I ran into a pack of rippers hunting dogs. Oh, easy, fella. He's not infected. He's just a dog. Ez a csak egy kutya. Healthy dogs. Jaj, nem piás ölte meg a kutyát, hanem a szektások. No, we can't leave him here, Deke. Deke, nem hagyjuk itt. Ne! Jesus, Deke. It's okay. Just, that's it. All right. It's okay, big guy. Rest. De miért kellett szegény kutyát? Lehet, hogy meg lehetett volna menteni. Értem én, hogy így most a szenvedését megszüntettük, de... Aj. Ezzel kinyírunk mindenkit a faszomba. Douglas! Azt úgy van. Hol van? Látom már. Ú, de milyen szórás van ennek a fegyvernek. Lehet nem volt jó deal megvenni. Vagy csak meg kéne tanulni célozni vele. Disappointed. I hate those sons of bitches, you know. Yeah. Come on, let's get the hell out of here. Ezek a rohadékok miatt veszítetted el mondjuk a karodat, úgyhogy valahogy meg tudom érteni, hogy utálod őket. Meg most tök egészséges kutyákra vadásztak, de már. Pedig én annyira bíztam benne, hogy így fölkaroljuk a kutyát, elvisszük, és akkor meggyógyítjuk, és akkor lesz egy kis kedvencünk ott a táborban, valamelyikben. De, hát úgy néz ki, hogy Dick inkább segített rajta. You gonna be okay? Yeah, not like I got a choice. Not like any of us do, right? Yeah, okay, come on. Jó, ez hivatalosan is nem a legjobb Sony játék. Kutyát kellett benne ölni. Ártatlan kutyát. You know, goddamn wall, your guy in the spacesuit, what'd he say? It doesn't matter. Hey, come on, goddamn it. Boozer, you really don't want to be doing that right now. Oh, yeah? You think I need more than this to take down your scrawny little ass? Come on, what'd he say? Hát nem jó híreket. Seriously, what happened to Sarah? Huh? Where's your old lady? Where's your old lady? Huh? Stay down, brother. Had enough? Where's your old lady, Deke? She's dead, Boozer. Sarah's dead. Yeah, and she's been dead a long time. So don't you think that you mourned her long enough? I think that you have a hell of a left hook, asshole. Yeah, it's the only move I got. Come on, man. Oh,
I gotta get my sorry ass back to work. Camp ain't gonna feed itself. Okay. It's the only move I got. Still, I tagged your ass with it 3 times in a row. Fucking shameful. Where are we headed? Back to camp. No. I still gotta work a shift. Give me a ride up there. It's just north of Sherman's camp. Hey. Akkor nem visszük vissza. Itt jobbra is van egy csomó hulla. She died that night. And there was nothing you or anyone could have done about it. I should have been. Nem történt semmi. She died that night. And there was nothing you or anyone could have done about it. I should have been there. And what good would that have done? Just drop it, it's done. De nem aznap éjjel halt meg. Elvitték. Megműtötték. Túlélte. És utána egy másik táborba átkerült. Csak késleltettük a halálát. Schizo, you there? Lost Lake Camp, Schizo. Yeah, what's up? We just had a run-in with... Hey, where the hell is your bro? He skipped work duty today. What the hell, man? Shut up and listen to me. I was giving him a ride to the work site, and we were attacked by rippers. Oh, Jesus. Where? Outside of Rogue Camp. You gotta tell Iron Mike. Carlos is coming, and he is not going to stop. What do you think I've been telling? For months? Yeah, I'll let him know. We're heading toward Tumalo now. Boozer will be at the site in a few minutes. Well, that's great. Because he owes the camp another half shift for the work he's missed. Huh. Shut up, Schizo. Hey, Deke. Rogue Camp is kind of in the opposite direction of Tumalo, isn't it? We took the scenic route out. Asshole. Oh, goddamn, Schizo. Remélem, hogy megint lelősz a teraszról egy gyökér. Nem. Majd visszafelé. Itt már többször rám támadtak. Onnan tudom. Na. Menj, azt kapáljad a krumplit. Na. Come on, keep working. Keep at it. We don't work, we don't eat. Fú, geci, ez a rabszolgamunka, te. Hey. Thanks for the ride. Nem a munkával van problémám, hogy földet kell kapálni, meg dolgozni kell, hanem az a bánásmód, ahogy bánnak velük. Ó, képesség. Nyissuk meg. Igen. Igen. Mondjuk nem rossz. De inkább a kés a sebezzen nagyobbat. Egyelőre. Egy. Hogy az Istenbe tudtál elesni? Boozer and I, we just had a run-in with rippers. They... Rippers? God damn it, you boys crossed the Iron Ridge. Deke, I told you. Just listen. No, Mike. They were here, in Rogue Camp. Rogue Camp? There were rippers in Rogue Camp, you sure it was rippers? Nem szektársak voltak, soha nem láttam még egyet sem, csak tippeltem, hogy azok, de lehet, hogy nem szektársak voltak, hanem tudom én. Schizo,
kutyák, meg macskák. Sending Schizo to parlay with Carlos. Jesus, Mike. Don't tell me how to run my camp, Deke. Like I said, my treaty is gonna hold Lost Lake out. Now, whatever you say, Mike, you say Schizo's right. You're gonna get everyone killed. Jó, ennek nem lesz jó vége. Hey, Boozer, I'm heading up to Marion Forks. Mm-hmm. Marion Forks? What the hell for? Because I decided... Hell, it's like you said, I've mourned her long enough. It's time to say goodbye. You went to the church? I don't know. Yeah, maybe. Oh, Jesus, Deke. It's the last time, Boozer, I swear, Deacon out. Le akarjuk zárni a múltat. Csak nyilván ahhoz végleges búcsút kell, hogy vegyünk. Nem láttam egyébként utat. Ja, ott van. Jó, vissza kell majd menni a Hot Springs-i táborba, mert Tucknak van munkája. Úgyhogy majd azt is megcsináljuk, de... Aha, most Copeland-nek is lesz munkája. Jó, akkor majd oda is visszamegyünk. Csak ha már elindultam erre, akkor ezt szeretném befejezni. Ha-ha-ha! Ez az, amit nem fogunk végighallgatni. What the hell happened here? Wonder if they left anything worth the effort. Vannak motorok. Itt biztos, hogy most történni fog valami, mert nem véletlenül szól a zene a háttérben. Itt valami biztos, hogy lesz. Igen, mert itt volt egy templom, ahova nem tudtunk bemenni. Ahol a macival harcoltunk. Wuhi! Na, megjöttünk. Hát erre kíváncsi leszek. Várjál már. Ez eddig zárva volt. Kapd elő a pisztolyt. Hát ezek itt szétrugdostak mindent. Hé, haver. Én tudom, hogy nem szereted a Molotov koktélt. Hallod? Az hogy lehetséges, hogy nem döglöttél bele? Not to Sarah's church. Where the hell did he go? Now. That all you boys got? Na. Vannak még. Hogy átvágódott a két padon. Kurva. I'm so sorry that no one came. I guess we really pissed off everyone on both sides. I mean, not everyone. But I want you to know that that's how much you mean to me.
And I would give up anything for you. Anything. This ring is a symbol of my love. And it is precious. It has no beginning and no end. I love you. Picsába. Shit, more of them. Molotov incoming! Molotov incoming! Még valaki? Rohadjatok el! Hello! Hello! Nem halt meg! Na, folytathatom a búcsút. Kösz. This ring is my promise that I'm always gonna love you. You may kiss the bride. Oh, wait a second. Várj egy kicsit, büdös a szám. But only if you promise to ride me as much as you ride your bike. Jó. Well, I now pronounce you man and, well, wife. Okay, let me just go. Mi jó volt az a duma, engem is meghajtasz, mint a motorodat. Ez egy kicsit erős volt. Booze man, you there? Yeah, Deke, what's up? You remember that little church? The one Sarah and I got married in? Well, I found a couple of assholes trashing the place. Wish I'd been there. I'd help you kill them all. Messing with Sarah's church. Shit. Ja, ők szétkapták, én meg felgyújtottam a faszba. Na jó. Hát mondjuk mielőtt én felgyújtottam volna. Azért csak szétnéztem volna bent. Deacon, I'm here. Addy, good. Good luck. Are you gonna be around for a while? I need to see you. Is everything okay? What's wrong? Look, nothing. I'll tell you when I get there. Deacon out. Deke, hey, we got a job for you.
Jo. Hey, okay. Yeah, I'll check in. Deacon out. Én valami nagyot hallok. Tehát nem nagyot hallok, hanem valami nagy dögnek a hangját. Ez fasza lesz. Na hát először is visszajövünk ide. És beszélgetünk Tuckkal. És nem akarom megtudni, hogy milyen nagy dögnek a hangját hallottam. Kutatási helyszín. Itt is. Hát kérdés, hogy azok megvannak-e? Aha! Ott már egy kutya nekem fog esni. Anyát picsáját! Csak békén hagyni. Itt egyébként van valami a térkép szerint. Ott. Okay. Let's take a look around. Mit akarsz megnézni közelebbről? Ez itt? Ez egy kötél. Ott. Okay, let's see. What's going on here? Your mind now. Okay. Mi van benne? Mágnes. Murderers and thieves, the lot of you. How many people you killed today, huh? De én itt már voltam, amúgy. Az nem számít. Hát én ezt a tábort már egyszer kipucoltam. Az mondjuk nem tudom, hogy nem talált. Hát jó. Akkor gyertek. Az anyádat! Ezt. Másfajta töltény kell bele? Az anyádat. De ebbe a gépfegyverbe másfajta töltény kell, mint az AK-ba? Az anyádat! Erre melyik a heal ez? Erre jár vannak még? Ú, de szájba lőttem! Hashtag no pervers. Na, titeket kiszabadítlak. Hey, hey, it's not safe out here in the shit. I know where there's a camp that... Camp? Where? Where is it?
show me. I'll go. Mennyi vas Mike-hoz? Make a lost lake. Ask for Ricky Patel. She'll take you in. Oh, I was done for. Holy shit, you know? Thank you so much. Oh, man. Tell him it was Deacon. They'll know. Keep your head down and run. De... Ilyenkor elküldtem a haverját is. Ugye ketten voltak. Hát, na mindegy. Azt hittem, hogy majd külön-külön, de akkor azért volt ott a jutalom mellett, hogy kétszer. Mert csak az egyiket, egyikhez mentünk oda beszélgetni, és igazából mind a kettőt elküldtük. Világos. Ezt szedd már le, jó? Kösz. Elfagyott az állóképesség. Aztán mitől? Jó, térkép. És jöjjünk el ide. Nyisd a kaput! Lehetné egy kicsikét fürgébb is, jó? Kösz. Na. Ide figyelj, komám. Tankolj meg. Meg javíts meg. Kösz. Már látom előre, hogy valaki megtámadta a tábort, egy régi ismerő, és el kéne kapni. Deacon, thank God. What's wrong, Tuck? It's rippers, more goddamn rippers. Ja, most szektársok. Okay, where? They keep coming over the Ironview Pass. Now they've set up a camp along Bear Creek, just south of here. I'm afraid, Deke, if we don't stop them, what's gonna happen to the hot springs? Valaki kétségbe van esve ott a háttérben. Deacon! Na, már megyünk is. Nyisd a kaput! Hogy oda teleportált a csávó? Uha! Na, szóval szektársakat kell kifüstölni egy táborban. Az menni fog. Uihi! Mondjuk vettem volna lőszert és a gépfegyver. Itt úgy hallottam, mint hogyha sok nyomi lett volna. Vá? Mindet ki kell nyírni. Azt te hogy láttál már meg? Amúgy. Sehogy. Azt te mit táncolsz? Hallod? Fejbe lövöm, és nem halt bele. Hatan vannak. Már csak hárman. Ból látok kettőt.
Úgy? Úgy? Meg a házba ment be a harmadik, illetve hát az utolsó, ugye? Az mi volt? Vannak még. Ez egy kicsikét több, mint amennyit kiírt a játék, hogy vannak. Na, ezzel meg is volnánk. Kicsikét többen voltak, mint hat, én úgy érzem. Well, we better get back, so... Okay, I gotta just turn this in and talk. Tucker, it's done. Did you get them all? Most mondtam, hogy igen. Isn't that what you're paying me for? Sorry, it's just... This is the third time they've come up here, attacking our camp, taking and killing that poor girl Lisa. We have to stop them, Deke. We have to. Tuck, son of a bitch. Listen, I've been Iron Butte and I've seen part of what they're building. What? When? How did you... No, it doesn't matter, but trust me on this. There's too many of them. Hundreds, maybe thousands, and if they decide to come north, you ain't gonna stop them. You just ain't, all right? So just keep doing what you're doing. You kill any that cross the border, and that's gonna let Carlos know that he ain't moving north without a fight. That's the best you can do. St. John out. Yeah. És azon gondolkodom, hogy ez csak kutatási helyszín, vagy... Ez csak helyszín. Tehát ez nem bázis, ahol tudom fejleszteni a cuccaimat, mi? Főküldetés meg itt van, jobb, ha meggyújtasz egy gyertyát. Jaj, a elromlott transformátort kell helyre pofozni. Jó. De mielőtt azt megtenném, én el fogok menni ide. Mert itt is van egy küldetés, aztán beszélünk Rickyvel, akinek szintén van küldetése, egy mellék meg egy fő is. Oké. Okay. Nya. Szóval. Copeland. Mondjad, hogy mire van szükséged. Nekem elsősorban üzemanyagra. Tankolásja, hogy 0 centen van. De ebben a táborban miért nincsen egy vasam se? Hey Damon, how's the gun trade going? Deke, oh, you're not gonna believe this one. I don't know, Cope. I've seen a lot of unbelievable shit these past couple of years. Try me. You remember the anarchists? Came through a year ago. More killing anyone in their path, leaving their little piles of stones everywhere they went. Anarchists. Yeah, we had a couple of run-ins with them back in the day. Well, they're back. Ah. People stumbled into their camp while out hunting deer. Only Bender made it back. She said it was anarchists. Each of them had the symbol painted on their face. Jesus, where does she see the camp? I'll mark it on your map. Yes. You find them. Kill every last one of them. Magless. We got enough crazy up here dealing with rippers. Don't need anarchists moving back in. You get that right. I'll find them. Na. Hát akkor menjünk oda. Deacon, hey. Deacon, hey. Feladatok. Mondom, feladatok. Főfelé. Feladatok. Jézus úristen, hirtelen megint sok lett. Leszek egy kis káosz. Na.
Menjünk már ki a folyóból, jó? Kösz. Hirtelen megint sok lett a feladat, amit teljesítenünk kell. És akkor még Iron Mike-nak a táborában is van melléküldetés! A picsába, ezeket nem vettem észre, hogy itt vannak. Meg jó, hogy nem szedtek le a mociról. És azon gondolkodom, hogy... valahogy meg kéne tankolni a motort. Hogy nem a legjobb az éjszaka közepén motorozni mindenfelé. De ilyenkor a barlangokból, fészkekből, meg mindenhonnan kijönnek a karcsok. Aha, nem. Ó, a kurva életbe! Hello! Igen, megtaláltam őket. Nagyon szépen beszambáztam ebbe a táborba. Az gyakorolja a helyben futást. Aha, ne! Az a sniperrel kéne egyébként kezdeni. Túl sok problémát tud okozni. Aha. Látlak ám. Gyere, bújj ki a fa mögül egy pillanatra. Ez csak. De mi a követ? Az anyádat. Az igen! Az, az gyönyörű! Persze, álljál meg az... Istenem! A szedjé virágot. Ez az? Azt se tudja, hogy hol vagyok, azt lövöld az ész nélkül. Csapda, azt nem kérem.
Nem sok töltényem van, ami azt illeti. És ami az AK-ban jó, az ebben a fegyverben nem. De jó, hogy pont lehajoltál. Vannak még ott. Te, hogy sisak meg minden anyám kígya van a fejeden. Haladjál már jobbra! Úgy. Még valaki? Na, elfogytak. Király. Na, és akkor most keresgélünk. Cope, it's done. If there's any more of them, maybe they'll get the message to stay out of our land. Csak kíváncsiságból, miféle fegyver. Arra nézzél! Arra nézzél! A kurva! Anyádat! Medve csapda! Hát láttam, hogy ott van, már nyomom a háromszöget, hogy majd leszúrom. De nem, nem szúrom le, mert a medve csapdából kellett kiszabadulnom. Az anyádat. Döglés van. Hello. Ég veled. Na, feladatok. És akkor elmegyünk. Ide. 2 kilométerre. Hát ez... Lehet, hogy nem itt van. És akárhogy is nézem... Nem lehet gyors utazni. Sehogy se. Meg kell tankolni a mocit. Keresünk üzemanyagot. Hiszem, hogy itt lesz. Hello. Ki fog fogyni a benzin a motorból? Nem a legjobb helyen. Nem, még van benne egy kev... Úristen, az nagy. Az nagy. Hallod, de úgy fogy a benzin a motorba, hogy nem is húzom neki a gázt. Hát ennyi volt. Ez mind a maximum haladási sebességünk. Úgyhogy nagyon merem remélni, hogy ott szemben van kanna. Ez mi volt itt jobbra?
Nem nagyon örülök neki, hogy ezek itt vannak. Ez a nyárat, man! Hello! Vagytok még? Elfogytak. Na. Elég közel vannak ide, itt a táborhoz. Hál' Istennek! El se hiszem. Leszaladtunk valami 800 métert. Itt vagyunk a tábor előtt. Hurrá! El se akarom hinni. El se akarom hinni. Valaki hozza már vissza a mocimat. Please. Somebody's at the gate. Open the gate already. I know him. Let him in. Azt ez mi ez? Ja, ez lesz a fő küldé. You got what you need? Yep, everything I could think of. Let's go. Nézzétek, mi van nálam. Hazakerült a motorom? Well, you sound pretty excited. It's the candle, see? What? The old saying, it's better to light one candle than curse the darkness. We've spent the last 2 years doing a whole lot of cursing. We get the lights on at last leg, and that's lighting our first candle. Yeah, only one problem with that. And what's that, Deke? Lights attract all kinds of nasty bugs, and they make it way easier for him to find you. Hey, we're here. Meg is jöttünk. Warmers. I was hoping it was gonna be clear. Nah, why would we have that kind of luck? Nem titta a hely. Figyeld ezt az osonást, hallod? Szemből megyek. Rip. Rip. Jöhet. Ó, és ki fogod a fő menni megszerelni? Te? Csak megnéztem a benzinárakat. Okay, to fix this thing, I gotta climb up there. Have you done this before? No. Nyilván nem. But there is a first time for everything, right? Right. Okay, come on, boost me up. All right, ready? One, two, three. Egyedül is fel tudtál volna mászni. It ain't like I can catch you. Gee, thanks. I'll try to keep that in mind. Anyátokat. Tényleg? Hogy ráugrott a kis mocsok? Anyádat! Nála tiszta a levegő.
Mondom, hát, ha eltalálom, mielőtt leugrik. Vagy a levegőben. Nem sikerült. Valahonnan még jönnek. Szerintem ott vannak bent. Haladsz velem úgy? Ja! Tessék. God damn it. Hogyha fél óráig nem ölöd meg azt az utolsó kis korcsot, akkor fél óráig nem végez a melóval. It'll keep the newts off. Yeah, sounds like the kind of shit job he likes to give me. Come on, I gotta check something else out. Jó, menjünk, nézzük meg még azt a valamit. Meg, hogyha nem bánod, én ezt itt kinyitnám előtte, jó? Kell némi ócskavas. Három darab. Not bad. Meg, mivel most lövöldöztem egy picikét, kéne ammó. Mert táborban nem nagyon szerelkeztem fel vele. Na, így. Mehetünk. Na. Na, témánál vagyunk. Nem nagy dolog, meghalt a feleséged. Váltsunk témát. Tényleg nem nagy dolog valakinek a feleségét elveszíteni. A beszakadt a lábúj körmöm, az nem nagy dolog. Wow, word gets around. I'm almost ready. Power to the whole resort is routed through here. I pulled the breaker a week ago, so it wouldn't short out. Mm-hmm. Okay. Na nézzük. Ready when you are. All right. Listen up. Okay. Now the past few months have been tough. Not gonna deny that. We're low on food, medicine, hell. Pretty much everything. But we got one thing in spades. Without that, everything else is meaningless. Én. Nélkülem semmi nem érne semmit. That one thing is trust. Now, a while ago, we had some more drifters ride into camp. Some of you said kick them out. We ain't got enough for ourselves. Some of you said we can't trust them. Tonight is proof of what I've been saying all along. We need everyone. I mean everyone. Who is willing to be here? Who is willing to work? Who is willing to help us rebuild? Szép beszéd. Now for the past couple of months, Ricky has been doing just that. She can't do it alone. She needs help. Tonight is gonna happen. Because we welcomed a drifter into our camp. And we allowed him to earn our trust. Tonight, we take one more step out of the darkness. De röhögnék, hogyha nem működne. Thank
good night. Hey, what happened? That's nothing. Mm-hmm. Come on, let's go see Addie. So the woman in the photo, that was her? That was my wife, yeah. Dumb question. I'm... Hát eléggé ostoba kérdés volt, igen. Évek óta van a zsebemben egy fénykép, az a felesége, de nem a húga, őt szoktam nézegetni. Csak mondom, hogy fény van a táborban, és egyből mindenhol korcs hangot hallok. Így táboron kívül. Legalábbis az előbb hallottam, hogy vernyák halnak. Nem félnek egyébként, hogy a fény az ide fog csalni úgy csavargót, szektást, bárki mást, Addie? Mindenkit. The lights are up. Na mindegy. I don't think she's here. Addie, you here? Okay, well, strip. Mi? Témánál vagyunk. Mi az, hogy vetkőz? Hey, look, it's nothing. Deacon, do you want an infection? Te is el akarod veszíteni a karodat, mint piás? Maybe an engineer, Deke, but that does not mean that I don't know how to treat a cut. Yeah, I never would have guessed the way that you were caressing those switches and circuits or whatever the hell you were doing. Fist fuss. Might hurt. Just a little bit. Ready? Oh, Jesus. Okay. Really? No, why don't you just wait for Addie to come back, just, huh? Hang on. There. It's done. Big baby. Hmm. So I told you it was nothing. Yeah, you did. Ja, semmiség. Éppen kirúgtam a házfalát. Oh. Oh, wow. You really have been at war. Yeah, more than one. Shit, that's right. Where was this one? Afghanistan or the MC or after? I don't remember. Hmm. What about this one? Ricky, I'm not sure that, I heard that Addie doesn't really like, people messing around. Yeah, I heard that too. Hallod, Ricky, én azt hallottam, hogy Eddie nem szereti, hogyha az emberek a rendelőjében basznak. Na ez meg meglátott minket, egyből félreérti a helyzetet. Marha jó lesz, majd itt kavarja nekünk a szart. Már látom előre. Okay. Why don't you come back tomorrow and see Addie and she's gonna tell you how great of a job I did. Ricky, Deke, it's fine. You're welcome. Hey, Deacon? Maybe one day, stop and light a candle. It can get pretty dark and cold out there. Yo. Jaj, az a hülye milyen szart fog itt nekünk kavarni. Oda nézzé már, milyen nézzé motorfestés az? Menj vissza Vasmájk táborába, jó. Beszélgessél Rikivel, meg van képességpontunk. Már osztom is el. Ez mit csinál? Igen. Az a baj, szerintem ez nem véletlenül van itt. Távolsági harc. Jézus Úristen. Újra töltési idő. Nézzük a túlélésben mi van. Mm.
Ezt add ide nekem, jó? Kösz. Oké. És akkor a következő szint fel van oldva, nézzük. Löveli az összes lőfegyver, lőszerbe fogad, oké, már meg is van a következő pont, amit el fogunk osztani. Na, szóval elvileg akkor Rikivel, hogyha beszélek most, akkor neki van valami melója a számunkra. Ugye? Igen. Úgyhogy azt még megkukkantjuk. Two dogs back. What? Where? Where the hell is he? He took off when he saw me. Jeremy followed him. I know. I tried to stop him. Jesus, where, Ricky? Jeremy tracked him to the old sawmill, said Two Dog looked like he was holed up in the abandoned Nero camp. Okay, I'll take care of him. I need you to bring back his knife. Wait, you need proof? Jesus. All fine, great, whatever you say. Don't let him get away, Deke. Who knows how many bodies are buried out there? Yeah, I got this. Jó, el kell kapnunk egy csávót, aki a izébe van, a fűrészmalomba, ahol korábban belefutottunk egy kisebb hordába, és éppen hogy túléltük a találkozót. Most oda kell elmennünk, ami, jól látom, alig 500 méterre van, de... Én azért előtte megtankolnám a motort. Meg... nem tudom, lőszerre hogy állunk? Ah, elég jól. Vigyázz! Na, úgy. Te is, ne a motor elé ugorjál ki. Jó. Ah, sem tudom, hogy merre van az arra. Erre. Vigyázz! Az úgy érzem, hogy nem egy rövid meló lesz. Nézd már, nyomik! Na. Az nyomi, jól van. Met the sawmill. Engem inkább az érdekel, hogy az a horda itt van-e még. Mert ha itt, akkor az komoly problémát tud okozni, hogyha elkezdek lövöldözni. Na, például itt van valami nyom. Ja, ez nem az. Vajon hol lehet? Nem, nem itt van. Szóval, a horda itt van. És valahol itt bujkál a pali. Hogy is szól a feladat?
Kövesd a nyomát, jól van. Nem hiszem, hogy valahol itt bujkálna. Vagy hát én nem tudom. Hát egy zombikkal teli fűrészmalomban én hol bujkálnék? De nem jó ötlet itt rohangálni. Hello! Biztos, hogy ide kell jönni? Nem igazán tartom jó ötletnek. Nem tartom jó ötletnek. Hogy egy hordával tele területen kell itt keresgélnem valakit. Jézus Úristen, mi jön ott? Várjál, arról volt szó, hogy valahol itt a Néros központban bújik el. Ha jól értettem. Hát ez nem valami jó. Nyisd már ki! Menj be! Úgy! Oh! Ezek ismerik az ajtót! Hello! Fogalmam sincs, hogy ezt hogy kellene megoldanom. Látom a kék kört a radaron. De... kurvára... kurvára sokan vannak. Itt kell keresgélnem. Na jó, talán elég messzire elmentem, hogy elfelejtsenek a korcsok.
Mondom, talán. És illetve meg remélem. Ugye szépen visszajövünk. És remélem mindenki visszament a helyére. Nem, annyira azért nem. Totyognak már visszafelé, de még nem mentek vissza. Itt van előttem a terület, amikkel konkrétan ott. Ja, hogy nincsen rajta ezért hangtompító egyiken se. Jó, akkor nem lövöldözünk. A motor már megvan. Jó. Itt van egy ilyen. Ezt gondolom ő intézte. Oké, kis kötszer. Ha már itt vagyunk, akkor lootolunk is. Jó. Ott van. Na, hogy elkezdjél lövöldözni, te fasz! Hol van? Még mielőtt nekem esne. Ezt készítsd el, kösz. És akkor egy ilyet fel tudok venni. Meg olyat is. De előbb itt volt, hova az anyámba tűnt el hirtelen? Hol vagy te mocsok? Hol vagy? Előbb itt volt. És tök gáz, mert nem látom egyébként, hogy lehetne valami nyomokat követni. Igen, megnézzük a térképet. Nem. Hát innen feltételezem, csak beljebb ment. Méghozzá erre. Más utat egyelőre nem látok. Úgyhogy... erre jövünk. Hmm.
az Istenben bujkálhat. Nem itt. Mondom, ott volt fönt. Ide leugrott, és eltűnt. Vagy oda menjek? Oda? Biztos jó ötlet amúgy. Én oda megyek. Szerintem kurvára nem jó ötlet. Meg ott fönt látok halottat amúgy. Ennyi. Here we go. Guess you won't be turning in any more human ears as bounties, will ya? Elkapta a horda. Jó, legalább nem nekem kellett megölni. Most már csak vissza kéne osonni a motorhoz. Miért van az az érzésem, hogy ezt a hordát el kell majd itt pusztítanom? Hogy ide majd vissza kell jönni, és egytől egyig az összes nyomit el kell intézni majd. Nekem van egy ilyen érzésem. Azok ott megindultak elég szépen. Kár, hogy elfogyott a staminám. Hol a motorom? Kár, hogy geci sokan vannak amúgy. Istenem. Ez iszonyat lesz. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig el fog ez húzódni. Bár mondjuk ahogy megláttam, hogy hova kell menni, már valahogy éreztem, hogy nem lesz egy olyan úgy könnyű dolgom. Sokkal gyorsabban is meg lehetett volna csinálni, hogyha rögtön megnézem, hogy hol kell kezdeni a nyomolvasást, oda mentem volna, és nem úszítok magamra 8 milliárd korcsot. Hé, hey, Ricky! Meghoztam a bicskét. Azt hiszem. És kösz, fasz a helyre küldtél. Here's his knife. Thank God. When Joe Haslam found out he came back, he was terrified.
I am so relieved. Yeah, okay. See you, Ricky.